A szó, képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Nagyon fontos szerintem kezdetnek, hogy elismerjük mindenkinek a munkáját, akik részt vettek a járvány elleni védekezésben, és ebbe beletartoznak a szociális dolgozók is, akik ugyanúgy, mint az egészségügyi dolgozók a frontvonalban küzdöttek azért, hogy mérsékeljék ezt a veszélyhelyzetet, és ezért köszönettel tartozunk nekik. Az előző parlamenti ülésszakban Hon Krisztina képviselőtársam megpróbálta megtudni, hogy számíthatnak-e a szociális dolgozók is arra az egyszeri bruttó 500 000 forintos kiegészítésre, amit megkaptak nagyon helyesen az egészségügyi dolgozók, akkor a Lorem Ipsum szövegnek egy generált változatát kapta válaszként, így arra kérem miniszter urat, hogy az igen, illetve nem magyar szavakból, ha egyet választana, ami leírja azt a materiális valóságot, hogy meg fog-e érkezni ez az egyszeri 500 000 forintos kiegészítés, az nagyon-nagyon megtisztelő lenne, és emelni az országgyűlés tekintélyét. Tovább folytatom. Az a helyzet, hogy ezek az egyszeri kiegészítések bár helyesek, nem elegendők, itt bérfejlesztésre van szükség, hiszen a járványhelyzet folyamán, ez ugye most a sajtóban meg is jelent, nagyon sok szociális dolgozó például, de egészségügyi dolgozó is elvesztette a lehetőségét, hogy másodállásba dolgozzon. Példát mondok, idős otthoni segédápolók dolgoztak háziápolásban is például hétvégenként, ezt értelemszerűen nem tudták megtenni. Az egészségügyi dolgozók szakszervezete szerint ez az ápolóknak körülbelül 20-30%-os bevétel kiesést jelentett egy olyan időszakban, amikor ők dolgoztak a frontvonalon, hogy ez a járvány a lehető legkevesebb magyar embert érintsen. Ezért az a kérdésem, amellett, hogy válaszoljon arra, hogy megkapják a szociális dolgozók ezt az egyszeri 500 000 forintos bruttó kiegészítést, hogy mikor rendezik végre kielégítően az egészségügyi és szociális bértáblákat, mikor lesz végre rendszeres és jó fizetése ezeknek az embereknek, mert ha valakit megérdemlik, azok ők. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak, parancsol miniszter úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A kormány sokszor elmondta, hogy a jelenlegi egészségügyi válsághelyzettől függetlenül az egészségügyben dolgozók, azon belül is az ápolók munkáját nagyon nagyra értékeli. Ennek köszönhető az a döntés, amire általam nem megérthető okból a kérdésében nem volt tekintettel, hogy ebben a ciklusban 72%-kal emeljük az ápolók fizetését. Soha 1990 óta nem volt olyan 4 éves parlament ciklus, amikor hasonló mértékű béremelés érintette volna az ápolókat. Ebben az évben is a gazdasági nehézségek ellenére, a koronavírus járvány ellenére a 20%-os béremelést november 1-jével kifizetjük, és ehhez képest az egészségügyben dolgozók, így az ápolók is 500 000 forint juttatást, pusztítást kapnak. Ha a kormány ilyen nagyságrendű döntést hoz, akkor arra a nyilvánosságot mindig tájékoztatja. Ez ebben az esetben is így lesz. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszter úr, válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselőnek. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Akkor, ha jól értettem, és kérem segítsenek ki, amennyiben nem jól értem, nem fogják a szociális dolgozók megkapni az egyszeri bruttó 500 000 forintos kiegészítést, amit ugyanúgy megérdemelnének, mint az egészségügyi dolgozók. Vagy azt vitatja miniszter úr, hogy ugyanúgy megérdemlik, ebben az esetben értelemszerűen az, hogy nem kapják meg, az önök logikájának megfelel, vagy pedig ön is azt gondolja, hogy megérdemlik szintén ezt az egyszeri 500 000 forintos kiegészítést, de akkor meg nem nagyon értjük azt, hogy miért nem kapják meg. Az a helyzet, hogy bár még az egészségügyi dolgozók se kapták meg konkrétan, hiszen ezt nyár elejére ígérte a kormány, a szociális dolgozók ugyanúgy kitettek a járványnak. Önök azzal kampányolnak, hogy mi történnek budapesti idős otthonokban, de mégsem becsülik meg azokat, akik idős otthonokban dolgoznak, akik ennek a járványnak a legakuttabb kitettek a járvány veszélyre, megérdemelnék ezt az 500 000 forintot, kérem ne beszéljen félre, mondja el, hogy megkapják, vagy nem kapják meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszter urat, önő a szó, miniszter úr. Köszönöm a szót, elnök úr, képviselő úrról ismerve még képviselő rokonságát is, az, hogy intelligencia problémái lennének, ezt a legcsekébb mértékben sem feltételezem, ezért szerintem kellően világos volt az, amit mondtam. Abban én természetesen egyetértek, hogyha fel kellene sorolnunk azt, hogy kik azok, akik ma Magyarországon külön juttatásra, magasabb bérekre,
lennének jogosultak, akkor ez a sor nagyon hosszú lenne. És azon dolgozunk, és 2010 óta minden más elődünknél jobb eredményeket tudtunk felmutatni, hogy ezért a bérek növekedjenek, és azt kell, hogy mondjam, hogy 2012 és 20 közötti béremelkedés szintén ennek az országnak a rendszerváltatás óta eltelt 3 évtizedéből a legeredményesebb 8 év volt a béremelésekre tekintettel is. Ettől függetlenül ezt folytatni kell, ehhez az kell, hogy a gazdaság talpra álljon. Képviselő ugyanúgy tudja, mint én, hogy ma a vita azon zajlik, hogy a biztosnak tekintett 4%-os növekedés helyett a koronavírus járvány következtében az ország recesszióba süllyed, vagy pedig esetleg valahol megállunk a nulla környékén. Ebben a helyzetben nem várok ugyan méltányosságot az ellenzéktől, de könnyű belátni, hogy az is komoly vállalás, amit tettünk, azok a plusz juttatások is komoly vállalást jelentenek. Mindenkinek köszönetet tudunk mondani ezen túl is, rendőröknek, katonáknak, ápolóknak, szociális szférákban dolgozóknak, a közszolgáltatásban feladott ellátóknak azért, hogy az ország ezen a válsághelyzeten így túljutott, de ez nem változtat azon, hogy az anyagi keretei az államnak sokkal szűkebbek, mint az elmúlt évben voltak. Úgyhogy erre tekintettel minimális méltányosságot és megértést kérünk. Köszönöm szépen!